Október elesejétől kezdődik a tavalyi évről elhalasztott népszámlálás. A központi statisztikai hivatal tájékoztatása szerint a napokban mindenki megkapja levélben az erről szóló tájékoztatót és az online kitöltéshez szükséges belépési kódot. A népszámlálás három szakaszból áll. Október elejétől és 16-a között mindenki önállóan online töltheti ki a kérdőíveket. Majd november 20-áig kérdező biztosok keresik föl azokat, akik nem éltek a lehetőséggel. November 21-e és 28-a -e között a jegyzőnél kell jelentkezniük azoknak, akik kimaradtak az előző szakaszokból. A KSH statisztikai tanácsadója Tóth Péter elmondta, a népszámlálás eszmei időpontja október 1 -e 0 óra. Aki ezt követően elhuny, annak rokonai még meg kell, hogy adják adatait, aki pedig ezt követően születik róluk, nem kell nyilatkozni ki kell tölteni az adatokat arról a szeméről, aki 12 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik külföldön, és részt kell venni a népszámlálásban a legalább három hónapja itt élő külföldi állampolgároknak. A KSA arra számít, hogy idén többen töltik ki az online kérdőíveket. 2011-ben Heves megyében még volt, voltak ugye papírkérdőíveket, nem csak Heves megyében, uh -huh. hanem az egész országban, de akkor Heves megyében még egy 15%-nyi kérdőív érkezett papír alapon a, E, e, hivatalba. Tóth Péter szerint a kérdőívek kitöltése egy két-három tagú családban 30 percet vesz igénybe. Akár online töltik ki, akár a számláló biztos keresi föl az adott címet. A népszámlálásban részt venni állampolgári kötelesség törvény írja elő, döntéseket, kisebbségi önkormányzat létesítését, egyházak támogatását alapozza meg. Az online kitöltést azzal is motiválják, hogy naponta 5 darab 100 ezer forintos vásárlási utalványt sorsolnak ki.